mindenki! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! Üdvözöllek téged is újra a csatornámon! Az idejét nem tudom, mikor voltál itt. Sziasztok! Köszönöm a meghívást egyébként. Egy háztartásban érünk oly régóta. Tök jó téged látni néha! Tényleg nagyon rég volt közös videónk, és amúgy hiányoltam is, mert... Elmondjuk, hogy miért vagy itt? Mondjuk és hogy mi ez a sorozat, amit készül? Igen. A ti szemetek láttára? Hadd halljuk. Ennyi évesek lettünk. Nem hat, három. Három éve vagyunk együtt. Tök jó. Nagyon tudj, kemény. Szerintem. Aha. Ja. Nagyon repül az idő. Tehát és hiszem, hogy három éve. És úgy vagyunk három éve együtt, hogy 2,5 éve élünk együtt. Ami nagyon durva. Tehát mi fél évesen költöztünk össze, ami irreális egy picit, de jól alakult. Úgyhogy igen, három évesek lettünk, ja. És ezért készül ez a sorozat. A sorozat, aminek a lényege igazából annyi lesz, hogy egymásnak fogunk feltenni kérdéseket, mint az összes ilyen párkapcsolatos sorozatunkban. Ha nem jöttetek még rá, akkor ez párkapcsolati témájú sorozat lesz. Igen. Ne rúgd le a berendezés. Bocsánat. Az én csatornámon, mint ebben a videóban is, Bence fog nekem feltenni kérdéseket, a te csatornádon pedig én fogok neked feltenni kérdéseket, amik arra irányulnak, hogy volt-e már olyan a három év alatt, hogy... Amikor ezt kitaláltuk tegnap előtt, hogy csináljunk egy ilyet, annyira várom, tehát tényleg, tehát ne... Jó, nem mondom azt, hogy nem tudtam aludni, de azért az elmúlt napokban ezen stresszeltem, hogy legyen már, mert azért ez egy szerintem izgalmasabb, mint amiket ezelőtt forgattunk. Hát azért nem az, hogy izgalmasabb, jó. Ez teljesen más. Hát a saját szintjén szerintem izgalmasabb, mert most azért ez a... Elérkeztünk a három éves mérföldkőhöz azért ez... És annyit hozzátennék még, hogy az első részekben, nálam és nálad az elsőben, mi találjuk ki a kérdéseket, viszont szeretnénk titeket kérni, hogy ti is találjatok ki kérdéseket a következő részekhez, amiket vagy privátban, vagy a videó alatt írjatok le nekünk, és mi ezekből is fogunk csinálni új videókat. 9-én leszünk hivatalosan is három évesek, ami... Azt jelenti, hogy előre iszunk a medve bőrére, és hogy a karma miatt, tudod, felvesszük a videót, kirakod 9-e előtt, és... De nem, tehát kirakhatod előtte, tehát attól a három évesek vagyunk, csak mondom, hogy az jó rá készülünk erre igazából, hogy három éveseket, az közben nem is, és tudod, 8-án szétmennénk egy hétre, és az... Már vicc, ez a... Viccnek se jó. Jó. Ne viccelődjél ilyennel. Ez most egy vita? Felborítalak. Hogy lehet ilyen... Senki nem használja ezt rajtad kívül. Oké, jöhetnek-e a kérdések? Készen állsz? Igen. Oké. Volt-e már olyan három év alatt, egy lájtosabbal kezdünk, hogy külön voltunk egy bizonyos időtartamot, és te érezted, hogy ne jó Dezső Bence nélkül. És érted? Nem hiányoztam, hanem azt mondod, hogy pár nap olyan jól fog esni. Nem látom az arcodat, a hajat. Őszinték leszünk. Volt ilyen? Hazudhattál volna. Nem sikerült. Oké. Okay. Vannak egy is hazudság. Jó. Tehát, mint ahogy az előbb már Bence mondta, 2,5 éve élünk együtt. Igen. Ami relatív. Van akinek nagyon kevés, van akinek nagyon sok. Igen. Youtuberek vagyunk, ha nem tudnátok. Itthonról dolgozunk. Ami nagyon sokszor azt jelenti, hogy nem mozdulunk ki. Külön. Nem mozdulunk ki szinte semmit, és ha kimozdulunk, együtt mozdulunk ki, ami azt eredményezi, hogy 0-24-ben együtt vagyunk. Erre, ha erről esetleg lemaradtatok volna, volt egy kis karanténhelyzet, ahol megint csak full együtt voltunk. Jó, viszont és igen. Amikor te hazamentél Erdélybe 5 napra, és magaddal vitted a kutyát, akkor én az első 2 nap úgy voltam, hogy yes! És girl power! Fürdéskönyvolvasással, és igen, 1-2 napot néha baromira jól esik egyedül lenni, csendben, az én zenéimmel, az én sorozataimmal, és egy kicsit ilyen csajossá varázsolni a házat, ugyanis férfi uralom van itthon. Jó, én úgy vagyok arra, hogy te vagy a másik felem, de hogyha neked jól esik 2 nap nélkül, hát viccelek, nekem egy hét is jól esne, de... Volt-e már olyan, hogy 3 év alatt szakítani akartál, elgondolkodtál rajta is? Most ne válaszolj egyből, jó, azért várom, gondold hogy... végig, hogy mik történtek a 3 év alatt. Azért lássuk be, hogy nehéz velem élni. Természetesen nem csak viccelek. De hogy megvannak a kis saját magam defektjei, volt-e már olyan, hogy... Ha nem is elgondolkoztál azon, hogy szakítottál, akkor vegyük lájtosabbra, de hogy... Befejezed a mondatot, vagy válaszolhatod? Várom a kérdésedet. Nem. Nincs kérdésem, válaszom van, nem. Olyan, hogy szakítani akarjak, vagy
úgy megharagudjak, úgy összeveszünk, hogy mire hazaérsz, lelépjek, vagy valami olyan nem volt. Kiskoromból tudom, hogy ilyenkor jön a de. De olyan, hogy nagyon lefárasztottál, és nagyon voltam, olyan volt. Nem mikor tudom, hogy, volt? Nem tudom, hogy nem erről van. Tudtok-e, nem feltétlen kell tudnatok róla, de Dezső Bence a kapcsolatunk elején nagyon, ismétlem, nagyon féltékeny volt. Igen. És tekintve, hogy szerintem én nem vagyok, én ezt nagyon rosszul viseltem. Te ez akkor volt. Igen. Ja, te most az akkoriról beszélsz? Igen. Ezelőtt 2,5 évben? Igen, ezért mondom, hogy az elején, szerintem amúgy az első fél évben, amíg nem költöztünk össze, addig nagyon gáz volt. Ez a szedd már össze magad. Voltak olyan szedd már össze magad pillanatok, de azután... Nem volt? Szerintem nem. Hát nekem se hiányzik, hogy féltékenykedjek azért a... Pont, good job, baby! Pont az ellentéte vagyok szerintem azóta. Nagyon sokat fejlődött. Általában egyébként ezekből a betegségekből nem szoktak kigyógyulni az emberek, neki sikerült, úgyhogy csak egy jó partner kellett volna. De hogy akkor azt elmondhatjuk, és ezt téged kérdezlek, hogy maximálisan kigyógyultam ebből szerinted? Nem akarom magamról elmondani, hogy most már ez tökéletes? Igen. Jó. Volt-e már olyan, hogy kínosan érezted magad egy társaságban miattam? Tessék szépen hazudni! Társaságban nem, egyébként simán bármikor. Tehát Dezső Bence az az ember, akinek örömet okoz égetni magát nyilvános helyeken. Ez nem égeted magad. Dehogy nem. Játék az élet, és sosem övünk fel. Mit csinálok? Kellemetlenked. Dehogy kellemetlenked. Dehogy is nem. Csak szeretek a komfortzónából ebben a módban kimozdulni. Az van, hogy amit egy-egy vlogban láttok, hogy nem tudom, a bevásárlóközpont közepén elkiabálja magát, vagy bármi hülyeséget csinál, és azt hiszitek, hogy megjátsza magát a videó kedvéért. Nem. Tehát ezt, ha ketten vagyunk, akkor is képes. Az emberek is jól szoktak mulatni. Nem, az emberek így szoktak csinálni. A kulcsos trükkömnél mindig mulatnak. Én kulcsos. Mikor elejtem a kulcsot, és lenyúlnék érte, de a lábam a véletlen megrúgom, és pár métert előmegy, és oda megyek is megint, és meg... De jó, de milyen rég nem csináltam ilyeneket? És hála mondod, az égnek! Menjünk már ebbe vásárolni. Menjél egyedül. Fú, na azok nagyon... Yeah! Nem, de én nem szeretem. Azt is mondjuk el, hogy volt olyan, mikor tényleg jól mulattál. Vannak viccesek, de vannak nagyon kellemetlenek. Amikor csak 5 ember néz, az nem zavar. Amikor a félbevásárlóközpont így néz, hogy ki ez az idióta, akkor így... Engem meg pont, hogy ez szórakoztat. Annyira komolyan vesz mindenki mindent. Soha az életben nem fog velük még egyszer találkozni. Következő kérdés inkább. Voltam már olyan az elmúlt 3 évben, hogy nem feltétlenül elgondolkodtál, hogy szakítani akarsz velem, de megtetszett egy másik fiú. Megtetszett, nem beleszerettél, ez teljesen más. Beleszerettél. Nem. Azt hozzáteszem, hogy nyilván most, hogyha arról van szó, hogy látunk sorozatokat, filmeket, vannak igen jó csávók. De azok meg vannak csinálva, anyukám, azok nem úgy néznek ki. Képernyőjön, nem úgy jön le való életbe. Na mindegy. Egy-egy Marvel filmet megnéztek akkor. Na mindegy, nem ez a lényeg. De miért van minden egyes nő meg lány? Mert barom jó pasik vannak a Marvelbe, azért. De jó, maradjunk annyiba, hogy van egy-egy csávó, akit elmond Bence is, hogy na ő... Vele én is összejönnék. Tényleg ezt szoktam mondani, hogy oké, ezt megértem, de olyan, hogy mondjuk egy magyar valós csávó meglássak, rám írja, egyébként nem is írnak nekem fiúk, tehát hogy... Senkit nem érdeklek, tehát nekem kicsit ilyen, vallomás volt, hogy írjatok már, nem fog veletek összejönni, de az önbecsülésem. Nem azért mondtam. Te mondod, a bevásárlásból jössz, hogy milyen gáz, hogy a munkások néznek a az aktimelt. Más. Egy bevásárlóközpontban voltam, és olyan közel állt hozzám egy pasi, hogy esküszöm nektek, ha nem kellett volna megvennem azokat a dolgokat, ott hagyom a kasszaszalagon a cuccot, és kivonulok, és ezt mindezt azért, mert egy leggings. Nem leggings, egy edzős nadrág na volt jó, rajta. Na jó, ezt azért mondjuk ki. A TikTok leggings volt rajta. Ó, Bence! Tudjátok melyik a TikTok leggings? Na, az volt de rajta. Akkor se állsz fél méterre egy fiatal nőtől, amikor egy 50-es csávó vagy, úgy,
hogy ráadásul korona van. Tehát, hogy ja, szedd már össze magad. Oh. Na, oké, okay, mindegy. Szóval? Nagyon kellemetlenül éreztem magam, nem. A magyar srácok nagyon gázak amúgy szerinted. Ne nem általánosítva, de mégis általánosítva, tehát érted. Nyilván vannak kivételek. Neked személyesen. Mit gondolsz, hogy nem? Rendszeresen szoktam mondani Bencének, hogy kérlek, soha ne szakíts velem, mert nem találnék csávót. Velem egyidős faszikat én nem szoktam olyat látni, aki mondjuk a... az elfogadható kategóriába tartozna nekem. Mennyi... És nem feltétlenül csak külsőre, hanem így, ha mondjuk az Instáját végignézed. És mennyire hiányozna, hogy nem bohózkodik veled a bevásárlóközpontba. Ugye? Mondanád, igen, hogy kiabáljál már egyet, légy szíves, mert... Na, ott van. Következő kérdésem, volt-e már olyan a 3 év alatt, hogy megbántottalak, de nem szóltál nekem, mert nem akartál vitázni? És hogyha igen, teljes mértékben elfogadom, és egyébként normálisnak tartom, mert... Most egy picit úgy fog lejönni a videóból egyébként, hogy úgy áradozunk rólam, hogy olyan nehéz velem élni, és olyan nem tudom mit, tehát oltogatunk engem. De lehet, hogy egy picit úgy jön le, mert azért mondjuk, hogy nehéz természetem, a stb. Vannak katyaim, mint mindenkinek. Erdély vagy. Na ezt, na ott vannak az erdély honfitársak, nekik mondjad. Írjátok meg kommentbe, hogy ne. Aki megírja kommentbe, annak nincs humorérzéke, úgyhogy szedjétek össze magatokat. Neked ilyen mörcsöt kéne csinálni. Marko Rebeka, szedjétek össze magatokat. Hát de na. Szóval volt, hogy megbántottalak. Volt. És miért nem szóltál? Azért, mert tudom jól, én sem vagyok egy könnyű eset. Ez tény. A sárga fogyát nézd meg. És az... Az, hogy én úgy érzem, hogy megbántottál, az nem jelenti azt, hogy ez egy valós dolog, és hogy ezzel valóban foglalkozni kell. A fejedbe, Rebeka, ezt csak kitalálod, igazából nem úgy gondolta. De amúgy nem úgy gondolom, jó, ez még egyszer mondom, tehát ez nem gyakori. Meg itt inkább veled, ami probléma, a figyelmetlenség szokott lenni, vagy ja, feledékenység. Ami velem probléma, az meg az, hogy... hajlamos vagyok egy kicsit felnagyítani a dolgokat, és olyan dolgokon is megsértődni, amin teljesen nem kellene. Úgyhogy volt olyan, hogy megsértődtem rád, és ha nem mondom, nagyon ritkán azért, mert nem akarok visszakodni, de leginkább azért, mert tudom, hogy ezek nem igazi dolgok, és hogy ez... Idén volt már ilyen? De akkor 60 napja nem. 60 napja nem bántottál meg, vagy igen? Nem. Na. Szerintem nem. Kihúzunk 100 napig, tegnap... veszek egy táblát és húzogatjuk vonalat. Figyeljetek, tegnap, amikor csináltam a vacsorát, megkértelek, hogy segíts, azt mondtad, hogy mindjárt leültél a laptopodhoz, és azóta segített. Ez mindennapos. Mindig azt mondja, hogy mindjárt, de nekem most kell, hogy segítsél. Oké. Okay. Amikor megkértem, akkor már nyúltam a B-tervér, és megoldottam egyedül, mert tudtam, hogy ebből sose lesz segítség. Na most se lesz semmi. Na én veled nem játszom. Jöhet egy utolsó? Menjen. Gondolkodok rajta, hogy mi legyen, mert ezt tényleg jóra szeretném. Tudom, hogy ez a lányoknál nagy téma igazából, de ez engem nagyon foglalkoztat, mert mindig azt mondod, hogy igen, júj, nagyon, azt a mindenit. De volt-e már olyan a 3 év alatt, hogy hazudtál nekem, hogy jól áll egy ruha? De ne röhögjél már! Szívem, volt olyan? De én megkérdezlek őszintén. Mert rossz kombinációval Kung Fu Panda tudok lenni. Ez egy ilyen vegyes YouTube. Igen. Igen is és nem is. Ugyanis. Igen. A fiatalember ez... hajlamos arra, hogy felvesz 5 ugyanolyan szettet, és megkérdezi, hogy melyik a jobb. Igen. Ami hosszadalmas tud lenni, maradjunk annyiba, vagy felvesz 3 fekete cipőt ugyanahoz az outfithez megmutatni, hogy melyik a jobb, amelyiken így vannak a díszítések, vagy amelyiken így vannak, úgyhogy olyan, hogy mit tudom én, egy póló rosszul áll le, vagy valami olyanba soha nem hazudtam. Igen. De abba, hogy melyik cipő jó a szettethez, abba igen. Megkaptad a választ a kérdésre? Meg, és soha többet nem kérdezem. Meg hát a nézőknek rakom ki sztoriba, hogy jó ez a cipő? Még ők is azt fogják írni egy hét után, hogy ja, igen, jó, Bencs. Úgyhogy ennyi lett volna az első rész. Remélem, hogy tetszett nektek. Azt hittem, hogy lesznek veszélyesebb kérdések. Mert az elsőre nem akartam, tehát hogyha már sorozat, akkor ez épüljön fel, a nézők is írnak, és akkor jönnek majd a veszélyesebbek. Köszönöm. Profik vagyunk. Igen.
Te biztos. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és hogyha szeretnétek, hogy a ti kérdésetekre válaszoljunk a következő videóban, akkor azt írjátok le a komment részletbe, vagy valamelyikünknek privátba, attól függ, hogy kinek szánjátok a kérdést. Menjetek át Bencéhez is, és nézzétek nálam meg is lesz, igen. Az ő verzióját is ebből a videóból. Ha még nem látjátok, akkor még nincs kint, de kint lesz. Tehát egy nap vagy két nap eltérésre szerintem kint van. És még egyszer nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok! Na, WhatsApp? De! Atya világ, Markó, remek van.